Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon 2023. január 30-a van, és ebben a rövid videóban a plazma hold teóriával fogunk foglalkozni, és arra kérek mindenkit, hogy csak egy pillanatra lassítson le és hallgassa meg ezeket az információkat, aztán eldönti, hogy vagy ez valós-e, vagy sem, vagy elképzelhető-e, vagy sem, mielőtt neki kezdenék. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosnak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Én már feladtam azt, hogy győzködjek bárkit is a lapos földdel kapcsolatban, és nem is feltétlen szükséges, hogy akárki ezt elfogadja. Én mindezen elképzeléseket a Bibliára alapozom, szóval tudományosan én nem tudom ezt alátámasztani, annál jobban, mint ahogy azt igyekeztem az elmúlt évek során a korábbi videókban. De ha valaki nem fogadja ezt, én azt is, nekem az is megfelel, és én nem akarok harcolni ezért. Csak azt akarom mondani, hogy az én meggyőződésem az a Biblián alapszik, hogyha valaki ezt ostobának tartja, vagy archaikusnak, teljesen megértem, nincs ezzel semmi probléma. Ez, amiről ma szó lesz, azonban már sokkal tudományosabb, hogyha lehet így fogalmazni, ugyanis az ABC News egyik 1965-ös riportját fogom megmutatni videóformátumban, mielőtt annak nekivágnánk, még azonban van egy más, amin át akarok szaladni. Ez az egyik a Google kereső. Ugyanis ha beírjuk azt, hogy R. Foster Plasma Moon Theory, ami ugye a plazma hold teóriája R. Fosternek, ami az ABC News csatornán jelent meg, tehát ez egy hivatalos riport, akkor figyelj meg mindenki, hogy mi az, ami kereső ki fog dobálni nekünk, ez a google.com. Egy beatshoot videó ezzel kapcsolatban, és semmi egyéb, semmi, csak cím nélküli dolgok, és aztán, hogyha lejutunk, de ezzel kapcsolatban semmi, Foster véleményével kapcsolatban semmi, és aztán el is fogyott, semmi, vége, ez a 10 darab, vagy 11 néhány. Hogyha viszont átmenjünk a Bingre, ez a Microsoft Bing, akkor találunk egyből a bing.com videón, megtaláljuk ezt a YouTube linket, és utána számos egyéb linket, ami ugyancsak a YouTube-ra vezet minket, de van Facebook, amint itt egyértelművé válik, sőt, utána már láthatjuk, hogy itt van egy SciAstro bejegyzés szintén, de a The Daily Plane, a fórum, és utána YouTube videók sora az, amire elvezet, sőt, Reddit, de még a Reuters is foglalkozik ezzel ugye, az adat ellenőrző platformján, meg aztán még van számos egyéb. Úgyhogy csak értse meg mindenki azt, hogy valami oknál fogva a Google az cenzúrázza ezeket a cikkeket, és tudom, hogy ez nem újdonság, és nem is azt akarom mondani, hogy most lázadjunk fel a Google ellen, de attól függetlenül még érdekes, hogy lehetséges az, hogy ott ez a téma egyszerűen eltűnt, miközben mindenki tudja, hogy az őrültség, hisz a föld az egy gömb. Itt azt írják, hogy egy NBC riporter volt az, aki készítette ezt az interjút, és már nincsen fent a weboldalukon, nem található meg. Reuters elismeri, hogy létezik ez az interjú az ABC Networkön, amit meg fogunk nézni hamarosan, azonban ők ezt félrevezetőnek titulálják nyilvánvalóan, ugyanis erről a férfiról túl sokat nem lehet tudni, aki ebben a klipben R. Foster néven szerepel. De pillancsunk bele, már a kezdete is érdekes, amiről beszél a klipnek az elején ez a Foster karakter. You see, here is the sea, Mr. Sanders, so calm and apparently unchanging. And yet, it is part of my new conception about the nature of the world at this same sea. Many times in the past history of our Earth has rolled over the surfaces of the land masses, sweeping away all life and vegetation and eventually turning again to its former bed. This is the part of the biblical theory of the flood and the theory of people of other races. Oh yes, this actual event, the last one, is recorded in all the sacred scriptures of all the old civilizations, from the Hindus to the Bible. Tehát azt mondja, hogy a tenger, ami mögötte van, az az ő elmélete szerint már számos alkalommal elöntötte a földet, mire megjegyzi a riporter,
hogy igen, akkor ez hasonlatos a Bibliából, vagy más különböző iratokból ismert özönvíz jelensége, mire ő ezt megerősíti, hogy így van. És én nem akarom azt mondani, hogy így van, vagy sem, csak azt szeretném demonstrálni, hogy ez nem egy összeesküvés elmélethívő oldal, amiről szó van, hanem hogyha megfigyeljük, akkor ez az ABC News Ausztrália, ahol Mr. Foster azt állítja, hogy egyértelműen újra kell vizsgálni az egész természettel kapcsolatos elképzeléseinket az ő véleménye szerint. Hogy hogy tűnhetett el nyom nélkül ez a Mr. Foster, hogy sem az ABC, sem senki, a Reuters azóta nem tudott róla találni semmit, az egy rejtély, azonban kétségtelen, hogy ebben az interjúban érdekes dolgokat állít a világról, de haladjunk tovább, fel van ez gyorsítva egyébként 1.25-re. Mr. Foster, before we go on with that, you've made a number of predictions, scientific predictions, which you claim have come true. Now, what are those predictions, and how do you make this claim? Well, they are all based on the new notion that the physical invariance principles of contemporary science are invalid, and I stated this first in a manuscript reviewed in Australia in 1954. And the validity of this statement was confirmed finally last year at Princeton when the principle of time reversal invariance was found to be invalid. Szóval azt állítja, hogy számos olyan jóslata volt már az idők során, ami bevált, és azt demonstrálja, hogy az, ahogyan a tudomány megközelíti a világot, abból érvénytelen bizonyos elgondolások. Meg fogom osztani ezt a videót az infobubble.hu weboldalon, illetve az Infobubble YouTube csatornán, de igyekezni fogok feltenni a Facebook oldalra is, és akkor mindenki megnézheti, illetve végighallgathatja, és csak rá kell tenni a magyar feliratot, aztán többé-kevésbé lefordítja ezt pontosan, de itt 3.14-nél térünk rá a holddal kapcsolatos elképzeléseire, úgyhogy nézzük, hogy mi az, amit mond ezügyben. Now one thing, you have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma. A plasma phenomenon, a cosmic plasma. Tehát a hold az nem egy szikla, vagy ez nem egy szilárd anyag, hanem plazmából van, és ebből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem lehetséges arra leszállni. And that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. 1958-ban megerősítették az ő elképzeléseit. Most, hogy kiről beszél, azt nem tudom, de a Princeton Egyetemet említette korábban. What will be the result if you are proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete reinvestigation of the laws of nature is necessary. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The soft landing attempts will all fail. Tehát, hogyha a hold egy plazma, akkor soha nem fog senki azon landolni. Ez még a holdra szállás előtt volt, ugye 65, azt hiszem 69, valahogy így lehetett. De a lényeg az, hogy nem csak a holdra szállást érintik ezek a jóslatok és számítások, hanem a természetnek a törvényeit is. That means that the mass of the moon is less, far less than is currently assumed. Szóval a holdnak a tömege is kisebb, mint ahogyan azt most elképzeli az embereknek a többsége. A different state of energy and it has far less mass. That means there is no more explanation for the tides. If the moon, for example, had only a thousandth part of its current mass, then the tides would only be 2 inches high under conventional theories instead of sometimes 14 feet. And that means that if it is proved that the moon is a plasma, then all gravitational theories are out and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. Tehát, hogy ha ez így van, akkor a holdnak a tömege kisebb annál, mint ahogy azt mi feltételezzük, és akkor a gravitáció sem úgy működik, ahogyan azt most számítgatják az emberek. Járvány, járvány, matematikusok. Tehát úgy van, ahogy mondom, hogy, és nem azt állítom, hogy nincs gravitáció, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ezek szerint, amit ő állít, ha ő eljutott erre a következtetésre, valahogyan ki tudta számolni azt, hogy ez beigazolódjon, vagy legalábbis abban a világban, amiben ő él, ez érvényes legyen. Tehát a matematikát lehet úgy manipulálni, hogy kiadjon olyan eredményt, amilyet én szeretnék. És én mindvégig ezt állítottam, de ez nem az én elképzelésem,
hanem egyszerűen így működik ez az elméleti tudományág, ami a matematikát használja, mint például az, hogy elméleti fizikus, vagy asztrofizikus. A matematika képleteit lehet úgy alakítani, hogy egy várt eredményt kiadjon az. És én nem vagyok matematikus, de aki matematikus, az meg tudja ezt erősíteni, vagy cáfolni, ha éppen kedve tartja. De az, amiről ő beszél, az demonstrálja, hogy valami kell, hogy legyen abban, amit mondok, hiszen mindenki más, más eredményre jut, mint ő, és mind a kettő helyes a maga világában, akkor lehetséges, hogy két egyén különböző eredményt kap ugyanazokat az eszközöket használva a matematikában, vagy a fizikában ezúttal. Aren't you being a bit adventurous though, because you know we're going to be able to test out your theories on the moon fairly soon? Well, not anymore. 11 years ago, of course, it was rather taking a risk. I was considered a lunatic, of course. But by now the evidence, accumulated evidence, is already so much in my favor that I'm not taking any risk anymore. On the contrary, there's scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature of what was assumed. Tehát azt mondja a riporter, hogy ez nagy kockázat, és hamarosan leszáll, a holdraszállás be fog következni, és akkor majd demonstrálni fogják, hogy a teóriái igazak vagy sem, és azt mondja, hogy ő semmilyen kockázat nem vállal, hanem ez tény, amit ő állít, hogy ez így van. The Americans and Russians are thinking of landing men on it. Oh, well, that will never happen. Not on... Szóval soha nem lesz holdraszállás. Azt mondja, hogy az amerikaiak és az oroszok holdraszállást terveznek, azt mondja, hogy soha nem fog megtörténni a holdraszállás. Nem, a Holdon nem lesz ilyen. Nekem úgy tűnik, hogy ő igen magabiztos abban, amit állít. Persze lehet, hogy ez egy színész, de így vagy úgy, értse hát meg mindenki, hogy ez alátámasztja azt, amiről én mindvégig beszéltem. Tegyük fel, hogy nem egy színész, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az ABC vagy az NBC, akármelyiken is volt ez az interjú, talált egy embert, aki nem ért egyet a tudományos vélekedéssel, sőt, az ő elképzeléseit még a Princeton Egyetemen is alátámasztották, mint ahogy ez kiderül innen. Jó, ha így van, akkor a Hold lehetséges, hogy egy plazma, szóval nem biztos, hogy mindenki őrült összeesküvés elmélet hívő, aki ebben gondolkodik. A másik az, hogy oké, akkor ez egy színész, csak félrevezeti az embereket. Akkor is úgy van, ahogy mondtam, hogy megtévesztenek minket, és a tévé csak arra szolgál, hogy az embereket manipulálja. Így vagy úgy, ez egy bizonyíték arra, amiről én mindvégig beszéltem. Azt mondja, hogy a Mars, a Vénusz, más bolygók, igen. Szóval ez már kérdéses, hogy most akkor ő hogy látja a világot, de a fontos számunkra a Hold ebben az esetben. On the moon, on Mars, on Venus, on other planets, yes, but the moon is definitely, as I assert, a plasma. Szóval ő azt állítja, hogy a Hold egyértelműen egy plazma. Átérnek ismét erre az árapály dologra, ami érdekes, ahogyan megindokolja, illetve a következtetés levonja ebből. Isn't there a slight contradiction? You mentioned the moon and the tides, Mr. Foster, and at the earlier part of the interview you talked about the tides sweeping over the Earth. Well, there is no contradiction there. Finish him! Once the moon is proven not to be a piece of rock, but something of far less mass, and the gravitational theories are out and discarded. A gravitációs elméletek kikerülnek, és elvetik azokat. Új fogalmakat kell majd kitalálnunk. New concepts have to be involved, which will show that the lawfulness of nature in the cosmos is identical to that in a hydrogen atom or in atomic processes. And when this is understood and worked out in full, it will be found that the physical processes of the Earth are quite different in geophysics from what is at present assumed. And szóval mások a fizikai jelenségek geofizikában, törvényszerűségek, mint ahogy azt jelenleg feltételezzük. That lawfully in certain periods, mostly during the ice ages, which occur every 200 million years, and there is a reason for that, the axis of the Earth suddenly tilts over. And when this happens, then you get the floods of the Bible, which were recorded before. Ha megnézzük a Newsgroup Archive weboldalát, ez ugye Narchive röviden, akkor láthatjuk itt a transzkriptet erről a beszélgetésről, de legalábbis annak egy rövid összefoglalóját, ahol szintén megerősítik azt, hogy Foster teóriája értelmében a Hold az plazma, nem pedig kő, és ezért lehetetlenség landolni a Holdon. Valamint azt is, hogy amennyiben megerősítik majd véglegesen az ő elméletét, onnantól kezdve a természet törvényeit egy az egybe el kell vetni, és újra kell gondolni mindazt, amit most idézőjelbe véve tudunk arról.
Ahogy mondtam, ezzel a gondolattal fogjuk befejezni legalábbis, ami Fostert illeti. Mielőtt azonban neki mennénk ennek, hadd javasoljam mindenkinek az Infobubble, illetve a Yahoo útja YouTube csatornákat, TikTok, Instagram oldalakat, valamint a Facebookon szintén megtaláljátok az Infobubble-t. Ha hasznosnak, értékesnek találjátok a munkánkat, akkor arra kérlek benneteket, hogy osszátok meg a linkeket, illetve lájkoljátok a tartalmainkat, valamint támogathatjátok is, hogyha szeretnétek, és a Yahoo útja egyesületet adótok 1%-ával szintén segíthetitek. Köszönöm mindenkinek, akik ezt eddig megtették. Nem azt állítom, hogy ő a bibliai istenképet fogja most nekünk felvázolni, de az kétségtelen, hogy elveti azt a humanista elgondolást, azt az ember központú hozzáállást, amivel különösen a nyugati világ igyekszik megfertőzni igen sikeresen az egész emberiséget, ahol valamiféle morális relativitás alapján rendezzük az életünket, amit mindenki ismer, ez az én igazságom, a te igazságod, te úgy látod, én így látom. Ő ennek az ellenkezőjét mondja, de nézzük, hogy mi is ez. In my mind, that there is a moral law in the universe. Szóval létezik egy erkölcsi törvény az univerzumban. És ez kötelező ránk nézve és meghatározza a jövőnket illetően. Rakéta.hu cikke 2022. december 14-én így szól: fizikai törvények valójában nem léteznek, mondja az elméleti fizikus. A fizika sosem lesz lezárt tudomány, és előbb-utóbb a kvantummechanikát is felválthatja valami, a törvényeink pedig valójában a tudomány legfrissebb modelljét tükrözik mindössze. Ez pontosan az, amiről beszéltem már oly sok videóban, hogy az, akik a tudomány vallásnak a követői, ők azt gondolják, hogy ez valami exakt dolog, miközben ez folyamatosan változik, ami nem jelentheti azt, hogy az igazságot és a valóságot teljes mértékben feltárja. Hisz, hogyha állandóan változik, akkor az önmagába foglalja az, hogy amit most tudunk, az nem azonos azzal, amit a jövőben tudni fogunk vagy gondolni erről az egészről. Ahogyan ma gondolkodnak ők a világról, az csak azt tudhatja, amit most képes összefoglalni. Ez a legfrissebb modell. De ez nem az jelenti, hogy ez a végleges, hogy ez így lesz 2-3 évtized múlva is. Ez igencsak egybecseng azzal, amit láthattunk ebben a plazmahol elmélet videóban. Habár sok fizikus úgy gondolja, hogy az univerzumot szigorú és megváltoztathatatlan törvények vezérlik, nem minden tudós ért egyet ezzel. Ez a Sankardas Sarma elméleti fizikus első látásra meglepő módon amellett érvel, hogy a fizika végső törvényei valójában nem léteznek. A fizika végső törvényei valójában nem léteznek. A cikket a New Scientist közölte le, melynek címe: Miért nem léteznek a fizikának a törvényei? Amit a fizika törvényeinek nevezünk, azok gyakran csak a természet valamely részének matematikai leírása. Én ezt próbáltam elmagyarázni mind az összes vitában lényegében, amit én folytattam az ateista beállítottságúakkal, és mind a mai napig ezt próbálom prezentálni, hogy ezt a matematikát úgy alakítom, ahogy akarom, és egy megfelelő végkifejlethez ki lehet találni egy lehetséges utat, ahol el lehet oda jutni. A végső fizikai törvények valószínűleg nem léteznek, és a fizika még jobb rá, mondja az elméleti fizikus Sankardas Sarma. Sarma szerint az, amit gyakran a fizika törvényeinek nevezünk, valójában csak konzisztens matematikai elméletek, melyek látszólag megfelelnek a természet bizonyos részeinek. Ezek a fizika törvényei közös valóságunkat hivatottak leírni, viszont fejlődhetnek is, ahogy az univerzummal kapcsolatos ismereteink javulnak. Azt állítja, hogy még az olyan lényeges és alapvető elméletek esetén is, mint a kvantummechanika elméletei, túl sok a rejtély és a változó ahhoz, hogy ez szentnek és megváltoztathatatlannak tekintsük. Quantamagazin.org szintén megjelentette cikket,
amelynek a címe az, hogy a fizika törvényei nem léteznek, csak pusztán egyfajta tájkép. A tudósok a valóság egyetlen leírását keresik. A modern fizika azonban sokféle leírást tesz lehetővé, amelyek közül sok egyenértékű egymással, és a matematikai lehetőségek hatalmas tárházán keresztül kapcsolódik össze. Beszélnek persze a multiverzumról, hogy a fizika törvényei az adott univerzumra érvényesek, a multiverzum más univerzumaira azonban nem. Akit érdekel, nézzen utána, itt van a cikk, a linkje, meg lehet nézni itt a másik is, a newscientist.com weboldalról, melynek címe, hogy nem léteznek a fizika törvényei. Úgy véli, hogy a törvények megértése valójában sosem ér véget ilyen szempontból a fizikát, mint a megismerés tudományát egy végtelen hagyma pucolásához hasonlítja. Lényeg, hogy minél többet tanulunk meg az univerzumról, annál több további tanulnivalónk marad. Magyarán a fizika sohasem lesz egy lezárt tudomány. A jövőben, ahogyan a kvantummechanika felváltotta a newtoni mechanikát, a kvantummechanikát is fel fogja váltani valami fejlettebb. Érdekes, hogy hogyan lehet akkor védeni a tudományt, hogy az most a szentírás számunkra, és minden más, ami ellentmond azzal, az primitív, meg kőkorszaki. Miközben láthatjuk azt, hogy elismerten ők sem tudják, hogy mi az, amit beszélnek lényegében, hisz ez csak a legjobb találgatás, amiről most szó van. Bizonyára mindenki hallott már a Hoore elméletről, és azt olvashatjuk itt, hogy ennek a megoldási tere hatalmas és összetett, nehezen érthető. Ennek ellenére a fizikusok abban reménykednek, hogy a Hoore elmélet végül teljes körű leírást ad a természetről, és megválaszolja a kvantummechanika által feltett zavarba ejtő kérdéseket. Ez a quantamagazin.org cikkében olvasható eredetiben. Mely cikk szerint létezhet végső, az univerzumot leíró elmélet, amely az összes lehetséges univerzumra igaz, ez azonban nem a kvantummechanika. Tehát a kvantummechanika, a jelenlegi gondolkodásmód az nem a végső igazság, a valóságot leírandó. Hanem a Hoore elmélet az, amely viszont brutálisan hatalmas és komplex, nehezen érthető és feltárható. Ezt még úgy gondoltam, hogy fontos hozzátenni az eddig megbeszéltekhez. Ez lenne az, amivel én elbúcsúzom. Még akkor is, hogyha esetleg nem értünk egyet 100%-ig, vagy lehetséges az is, hogy egyáltalán nem bárkivel is. Én mindig is azt akartam elérni, hogy az általam megismert valóság és igazság az elérhető legyen mindenki számára, aki keres, és aki nem hajlandó elfogadni a propagandát, illetve az úgynevezett köztudott tényeket. Mint ahogy látjuk, nem én vagyok az egyetlen, aki alternatív módon gondolkodik. Ez nem azt jelenti, hogy én vagy bárki más jobbak vagyunk, csak azt jelenti, hogy más az elképzelésünk a világról. Hogyha elfogadjuk ezt, akkor könnyen lehet, hogy egy idő után találunk bizonyos pontokat, amiken meg tudunk egyezni, és egyre több és több ember képes lesz eljutni az igazsághoz. De a legfontosabb talán az lesz, hogy hogyan tudja majd mindenki leküzdeni belül az az elvárást és azt a kényszert, hogy megfeleljen a többség elgondolásának, és azt a félelmet, amit az okoz, hogy mi történik akkor, hogyha nem azt fogom magyarázni, amit mindenki más elfogad. Ki fognak nézni az emberek, nevetséges leszek, vagy ki fognak közösíteni éppen. Ha valaki képes ezt legyőzni, onnantól kezdve minden lehetséges. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat, hamarosan találkozunk, addig is, halleluja!